Most már minden évben van a Credobusnak egy-egy nagy durranása, hiszen tavaly ilyenkor, nagyjából ilyenkor mutattuk be a Credobus Equinet 18 Next-et, ami a világ legkönnyebb 18 méteres kategóriájú csuklós autóbusza, és most itt van ennek a busznak a szóló változata, az Equinet 12 Next. Mi mindig ultrakönnyű buszokról beszélünk, és ez is egy nagyon alacsony saját tömegű busz, legalább 1500 kg-mal alacsonyabb a saját tömegé, mint a konkurenseinek. Ez évente 4000 liter dízel megtakarítását teszi lehetővé, tehát 2-2,5 millió forinttal csökken az üzemeltetőnek a költsége ettől a busztól. De ez csak az egyik tulajdonsága a busznak. Nagyon sok helyen komoly változtatásokat hajtottunk végre az eddigi Econel konstrukción, megváltozott a vászszerkezet, teljesen új hajtáslánc van a buszban, ami már egy Euro 6 elmotorozott és egy automata sebességváltóra épül. Érdemes megnézni a buszt, mindenki föl fogja rákapni a fejét, hiszen itt egy futurisztikus formatervű, ráadásul magyar formatervező és a Credobus által tervezett formatervű buszról van szó, és olyan fedélzeti szolgáltatások is jellemzik a busz, mint az USB-s telefontöltők, vagy a telefontartók, amik itt az utasülések hátulján vannak, amik nagyon kényelmessé teszik a közlekedést helyközi és helyi forgalomban is. Ugye a Volánbusz a héten így Győrben teszteli ezt a buszt. Mikor és hol lehet legfőképpen találkozni ezzel a busszal? Mai délutántól, tehát hétfő délutántól, csütörtök üzemzárásig nagyon sokféle helyi vonalon megtalálható lesz a busz. A pontos menetrendet, aki szeretné kipróbálni, a volánbusz.hu weboldalon megtalálja.